Hozzánkilő szeretettel köszöntöm a konferencia délutánján mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy maradnak a délutáni alkalomra is. Ugyanis titkot árulok el mostan, a javát az Úr a délutáni alkalomra tette félre számunkra, és ezt hitben mondom ki, hogy az Úr a Jobbik részét most délutánra hagyta. Imádságra készülünk, az imádságunk folytatására, és természetesen úgy illik, hogy érezzünk együtt azokkal, akik nem lehetnek közöttünk egészségi okok miatt. Bizonyára minden gyülekezetbe, ahonnan vagyunk itten, vannak ilyen testvéreink, barátaink, vannak szeretteink, akik várják az Úrnak a szabadítását, az Úrnak a kegyelmét. Ígét olvasok Dávidnak az egyik kedves zsoltárából. Kedves, kedvelt volt Dávid számára is, és kedvelt bizonyára azok számára, akik kedvelik a zsoltárokat. A 65. zsoltárból olvasom az 5. verssel kezdve. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Halleluja. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Amen. Ezek azok az ígék, amelyek szívemben megdobbantak a Szentlélek által a délutáni együtt imádkozásunkra, illetve a szenvedők a kérésekért való imádkozásra, ugyanis azt a boldogságot élvezzük, hogy az Úr kiválasztott bennünket, és nagyon sokakat azok közül is, akikért imádkozni fogunk. Nyilván fogunk olyanokért is imádkozni, akik még nem kiválasztottak, de akarjuk, hogy legyenek kiválasztottak. Az Úrnak kiválasztottai közzé kerüljenek. Az Úr bennünket kiválasztott, magához fogadott, és megadta azt a kiváltságot, hogy amit a 27. zsoltárból hallottunk a Dávid jó kívánságába, hogy lakhassam az Úr házában, itt pedig azt mondja, hogy lakozzék a te tornácaidban, és az a jó gondolat, hogy
hadd teljünk meg a te házadnak javaival. Van még hely az Úr javaira a szívünkben? Nem teltünk el annyira a délelőtti üzenetek által, hogy ne volna még hely a szívünkben az Úr áldásaira. És Dávid elárul egy titkot, aminek alapján mondottam azt a titkot árulok el, hogy az Úr áldást, különlegesebb áldást tartogat délutánra, hiszen Dávid már elárulta a hatodik igeversben, hogy csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, édvességünknek, Istene. És aztán azt is hallottuk, hogyha a föld minden szélének, és itt nem a földről van szó magáról, mint egy részéről a bolygónak, vagy a bolygóról, hanem a földön lakó emberekről, ugye, a föld szélének, a messze tengernek a bizodalma. És hogy hallottuk a 27. Zsoltárból? Hogy akkor is bizakodom, amikor a veszélyeken megyek keresztül, és a mi Istenünk egy ilyen Isten, aki a minden helyen ő adja nekünk a benne való bizodalmat. Éppen azáltal, hogy az ő erejével, ha kell, hegyeket épít, jól figyeljük meg, nem lerombol hegyeket, hanem épít. Épít hegyeket. És bizonyára, hogy vannak olyan hegyek, amelyekkel szembe úgy nézünk, hogy ezt már lehetetlen megmászni, és az Úr felépíti azokat a hegyeket, amelyekről, vagy amelyekre föltekinthetünk abban a tudatban, hogy azok a hegyek, amelyek számunkra megmászhatatlanoknak tűnnek, az Úr kegyelméből és az ő hatalmának segítségével, mert azt olvastuk, hogy körül van övezve hatalommal. És aztán olyan kifejezéseket olvastunk, hogy a tenger lecsillapítja a tengernek a zúgását, a habjaik zúgását, a népek háborgását. Most nem ezekre a kifejezéseknek a közvetlen mondani valójára célzok, hanem arra, amit úgy látunk, hogy nagyon, mint a tenger zúgása, vagy habjaik zúgása, vagy népek háborgásaként érint embereket, némelykor bennünket, most jelenleg éppen másokat, akik átmennek különböző nehézségeken, betegségek, lelki, szellemi megpróbáltatásokon, és vágyodnak arra, hogy az Úr lecsendesítse ezeket a körülményeket. Ilyen körülmények vannak testvéreink életében, vannak adott helyzetben, vagy adott esetben egy-egy gyülekezetnek az életében, és anélkül, hogy megneveznék egy gyülekezetet most, úgy névtelenül kérem a jelenlévő konferencia résztvevőit, hogy imádkozzunk egy gyülekezetért, ahol gyülekezeten kívüliek zaklatják az Isten népét, a Krisztus gyülekezetét. Természetesen Józsi testvér még meg fog nevezni egy néhány kérést, amely már előre került, és ha valakinek van kérés a szívében, és akarja, hogy együtt imádkozzunk érette, úgy majd előre fog jönni, és fogunk imádkozni érettük. Testvérek, nagyon jó az, amikor a mi problémáink néha eltörpülnek, és a másoké nagyja lesz a mi életünkbe. Ez azt jelenti, hogy közbejáró imát végezünk, közbejáró munkát végzünk, és írásban csak két kérés érkezett ide, nem is volt kijelentve, hogy végül is kérem a minél hamarabb. Ezekért imádkozok, akik imádkoznak, de ugyanakkor a felhívás és a kérés a következő. Én tudom, hogy mindenütt vannak problémák. Testvér, ha azt mondod, hogy nincs problémád, akkor ott valami gond van. Túlságosan meg vagy elégedve önmagaddal. Én nem vagyok. De a problémáknak a megoldója az Úr. Az ige azt mondja, hogy vessed az Úrra a te gondjaidat, bajaidat, és néki gondja van rá, ő oldja meg ezeket. És volt az első kérés az, hogy egy testvérnő arra kér bennünket, hogy imádkozunk két családért, az Úr eléhoz két családot, és munkálkodjon az Úr. A másik kérés az volt, hogy egy Marika nevű barátnőért, aki agyrákos, de még nem fogadta el az Urat. Fogadja el az Urat. Testvéreim, néha az Úr felébrez bennünket,
Nemrég hallottam egy tanítást a következő dologról, nagyon röviden mondom. Jákob egész éjszaka küzdött az angyallal. Egész éjszaka küzdött. És azt hitte, hogy már-már reggel felé biztos győzök. Ha egész éjszaka nem tud legyőzni az angyal, akkor reggel legyőzöm én. És erre az angyal úgy oldalba vágta, hogy a csípője kificamodott. És akkor ébredt rá Jákob, hogy ezzel az angyallal hiába küzdök. Nem én vagyok az erősebb, hanem ő az erősebb. Akkor azt jelenti, hogy nekem problémám van. Mi a te problémád? Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Mi a te neved? Jákob, csaló. Ezentúl Izrael lesz, Isten harcosa. Testvéreim, ez történik a te életedben, az én életemben. Néha azt hiszük, hogy legyőzzük mi a mi problémáinkat. Küzdünk vele, ha kell egész reggelig. Ne áltasd magad. Az Úr ad még egy lökés neked, még egy döfést, ha úgy akarod, és utána rájössz, hogy nincs erőd. Én azt mondom, ne várd meg a reggelt. Most gyere az Úrhoz. Itt van ez az alkalom. Testvér, nem nézem az órát. Lehet, hogy csúsztunk a programmal. Nem számít. Egyetlen egy dolog számít. Érintsen meg téged az Úrnak kegyelme. Érintsen meg téged az Úrnak keze. Érintsen meg a te problémádba az Úr, és oldja meg a te problémádat. Ezért, testvéreim, tudjátok, mivel kezdem? Ide hívom előre minden pásztort, minden lelki pásztort, minden presbiter testvéremet. Ide hívok előre, és nézzétek meg, hányan vannak. Ha csak annyian lennének, akinek problémájuk van, mindegyikért imádkozik egy-egy szolga. Az Úrnak szolgálja. Úgyhogy ezért is imádkozunk, aztán egy református lelkész családi problémáért. Ez még jó, hogyha reformátusokért is kell imádkozni. Testvérek, imádkozunk mi mindenkiért. Csak fogadja az Urat, és oldja meg az Úr az ő problémáikat. És aztán van egy másik, hogy imádkozunk a Manasszes testvérnő fiáért, Jóskáért, aki alkoholista, a bűnnek a rabja. Úgyhogy imádkozunk ezekért. Uram, itt vannak előtted ezek a cédulák, itt vannak ezek a jegyzetek. Uram, ezekben az van, hogy valaki leírta, hogy problémái vannak. Ezeket nem tudják megoldani. Uram, senki se tud a szenvedélyektől megszabadítani, senki se tud a bűnrabságából, fogságából megszabadítani, egyedül te tudsz megszabadítani. Mert te vagy a szabadító, halleluja! És te szabadítod meg a népet annak bűnéből. Ezért én elébet hozom ezeket a problémákat, ezeket a kéréseket. De aki nem mondott kéréseket is, azokat, Uram, amik ott vannak a szívek mélyén, és lehet, hogy jaj, hallelujával jönnek hozzád a testvérek. Ó, Atyám, kérlek, hallgass meg az imájukat, és cselekedd meg, Uram, ezt. És azokért pedig, akik itt vannak, és igényelik a te érintésedet, adj nekik bátorságot, hogy most előre jöjjenek, és szeretném, Atyám, elébet hozni őket. Szeretném imakarjaimra venni őket, imakarjainkra venni őket, és elébet hozni, és én tudom, hogy te megoldod a problémákat. Köszönöm neked, Atyám. Köszönöm, Atyám. Kérem a szolgákat is, és kérem a igénylőket is. Ti pedig halkan énekeljetek, dicsőítsétek az Urat, és az, aki imabeli segítséget, jöjjön ide előre.
Atyám, én hálát adok neked, hogy te az vagy, aki voltál, és az is maradsz. Én hálát adok neked, mert azt mondja a te ígéd, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítod. Én hálát adok neked azért, mert sokakat lelkileg meggyógyítottál, sokakat testileg és megérintettél és meggyógyítottál. De atyám, még imádkozok azokért, akik a teremben vannak. És akik azt mondják, hogy nem zavarnak téged a hátfájásukkal, vagy a lábfájásukkal, vagy gyomorfájásukkal, vagy fejfájásukkal. Istenem, amikor Jézus itt járt ezen a földön, azt mondja, Uram, a te ígéd, hogy sokakat név szerint gyógyítottál meg, sokakat név szerint érintettél meg, sokakat nyilvánosan, de sokakat gyógyítottál, gyógyította az erőtelenséget, a gyengeséget a nép között. Jézus, járj most embertől emberig. Uram, még a legerősebb embernek is vannak problémái, de tudom, hogy te hatalmasabb vagy, mint bármilyen más probléma. Atyám, a názáreti Jézus nevében megyünk ellene a betegség minden tünetének. Imádkozunk, hogy a te néped egészséges legyen. Imádkozunk, hogy a te néped erős nép legyen. Imádkozunk, hogy a te néped bölcs nép legyen. Imádkozunk, hogy a te néped józan nép legyen. Imádkozunk, hogy a te néped imádkozó legyen. Ezt kérünk tőled, atyám, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ezt kérjük tőled, atyám, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Halleluja. Halleluja. Én hiszem, hogy Isten megérintett sokakat közületek. Én hallottam már olyan bizonyságtételt, hogy elmentek haza, és utólag mondták azt, hogy igen, megérintett az Úr. De ha itt most megérintett az Úr, lengesd meg a kezedet. Halleluja. Áldott legyen az Úr. Áldott legyen az Úr. Halleluja. Napról napra gondoskodik rólunk, amely szabadításunk Istene. Nemrég hallottam egy kifejezést, egy nagyon érdekes gondolatot. Azt tudtam, hogy Izrael népének 40 esztendeig nem kopott el a saruja. Azt tudtam, hogy Izrael népéről 40 esztendeig nem kopott le a bőrruha. Vagy az, ami volt rajtuk. Míg a pusztán átvándoroltak. Azt is tudtam, hogy kaptak ennivalót 40 esztendőn keresztül. Húst is, kenyeret is, vizet is kaptak. Ezt mind tudtam. De egy valamire nem gondoltam. Nem volt kórház, nem volt orvosi rendelő. 40 esztendeig nem írja a Biblia, hogy valaki beteg lett volna Izrael népe közül. 40 esztendeig. Testvéreim, ez az én kívánságom. Isten népe legyen egészséges. Lelkileg is, testileg is. Ámen. A gyülekezet helyet foglal. Farkas Béla testvérünk, gyere kérlek előre. Farkas Béla testvérünk fog egy bizonysággal szolgálni, majd Orosz Levente és Noa egy énekkel. Gyere Béla, gyere! És azt követően meghallgatjuk az Úr ígéjét a Pataki Albert testvérünkön keresztül. Meg voltam kérve, hogy bizonságot tegyek azokból az élményekből, amikkel találkozok az Úr segítségével, sőt, itt is úgy látszódott, hogy egy olyan része jutott hozzám, mint kérések és vágyak, és jól tették, hogy jöttek, ahol inkább lelki, tehát pszichikai problémákkal kell szembenézenek az emberek. Sok családi körben vannak ilyen lelki problémák, tehát itt most nem szellem, hanem lelki, a pszichikai problémákról szeretnék egy pár szót beszélni, mivel hogy mi, akik itt szolgálatra vagyunk elhívva, lelkészi szolgálatban, stb., hát inkább a szellemi dolgokkal foglalkozunk, mert szeretnénk szellemi emberek lenni, és hogy a Szent Szellemnek a vonalán szolgáljunk, hogy az emberek megerősödjenek, világosságot kapjanak, mert azt mondja az írás, hogy Isten szelleme elsősorban is vezeti az ember szellemét. Mert mikor ez a két szellemi lény találkozik, akkor tulajdonképpen elindul a kapcsolat, és örülünk ennek. Na mostan, mivel hogy léteznek lelki betegségek is, tehát pszichikai betegségek, ezekre a dolgok nagyon fel kell figyelni. Miért? A gyülekezetekben is már találkozunk ilyen testvérekkel, testvérnőkkel. Teszek egy kis zárójelet, ez azért is van, mert sokszor nem vigyázunk az életünkre. Belelépünk olyan dolgokban, ahol különféle természet fölötti dolgok könnyen ránk támadnak, és megviselik a pszichénket.
az Úr azt akarja, hogy lelkileg is egészségesek legyünk, és szellemileg is egészségesek legyünk. Na mostan természetesen igyekszünk segíteni az ilyen helyzeteken is. Akik ismernek egy kis pszichológiát, nekem nagyon kevés ismeretem van erről, rengeteg pszichikai betegség van. Szinte nem is tudom, hol van a határa neki. De mivel, hogy némelyek belekerülnek, szaladnak különféle orvosi rendelőkhöz, appellálnak a tudományra, az ismeretre, ha lássák, hogy nincs semmi megoldás, akkor keresik a papokat vagy a lelkészeket. A leghelyesebb az volna, hogy minden ember találja meg az igazi rendelőt, ahonnan jön az igazi kezelés. Az Urat lehet, hogy megszomorítsuk azzal, mikor először a tudományban bízunk, és azután, ha lássuk, hogy nincs semmi kimenekülés, akkor hol vagy Istenem? A legjobb az, hogy hív segítségül az Úrnak a nevét. Mert az Úr az, aki gondot visel nem csak az ember szelleméről, hanem a pszichéről is. Nem tudom, hol van a vetítő, megkérném, hogy vetítsétek ki a Máté evangéliumának a 11. fejezetéből a 29. számige verset, ahol maga az Úr Jézus beszédéből kiviláglik az, hogy itt az Úr, és a görög így adja át, az ember pszichéről beszél, az ember lelkéről beszél, mivel tudja az Úr, hogy rengeteg ember ilyen kimerült állapotban fog kerülni. Egy az, hogy vannak olyan pszichikai betegségek, amelyek már születéstől észreveszik ezek a tüneteket, és más az, mikor becsap az ellenség bennünket, és rácsap a pszichénkre, és aztán az ellenség megvisel bennünket, mert figyelmetlenek vagyunk. Na mostan azt mondja az Istennek az igéje, Jézusnak a beszédét idézem, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Mikor ezen a szinten vagyunk, nem tud ártani az ellenség a pszichénknek. Folytatom tovább. És nyugalmat találtok, és pedig hol? A lelki szinten. Nagyon fontos az, hogy kezeltessük magunkat a mennyei rendelőben. Az egyik földi rendelőn sem látod ezt az igeverset kiírva. Esetleg ki van írva az orvosnak a neve és a címe funkciója. De viszont, amit itt most olvasunk, ez óriási segítséget nyújt az ember lelkének. Röviden. Az egyik nap felhív egy 33 éves körüli hölgy, anya, telefonon, hogy nagyon nagy nyugtalanság van az én lelkemben, pszichikailag érzem, hogy kikészülök, valamikor része volt egy elválásban, egyedül neveli a gyermekét, reggel vigyem a gyermeket az óvodában, akkor függök a munkától, egész éjszaka érzem, hogy valaki kínoz, és nincs nyugodalmam, ki vagyok merülve, érzem, hogy összeomlok. És mondtam neki, hogy azért nem szeretem telefonon keresztül ezt a dolgot megoldani, szembe kell nézni a valósággal, mert soha nem tudjuk, hogy milyen dolgokban, forrásokban másztak bele az emberek. Mert ezeket is lehet kezelni. De mondom, azt mondta a hölgy, igen, de sajnálom, egy másik helyiségből vagyok, nincs időm arra, hogy beüljek a városra, kérlek, imádkozz értem. Imádkoztunk. Mondtam, leteszem a telefont, és maga is ott, ahol van, imádkozzon, én is hívom az Úrnak a nevét, legyen segítségére. Tehát mostan sem tudom, ki ez a hölgy. Másnap egy testvérünk keresztül értesít, hogy attól az éjszakától kezdve, ahogy volt a közbenjárás, egész estétől reggelig átpihent az éjszakát. Tehát attól kezdve kapott az Úrtól nyugodalmat. Egy másik nagyon fontos dolog, mikor ilyesmit kapsz Istentől, kötelességed az, hogy megmaradj az Úr mellett. Ha nem, később lehet veszélyesebb is. Ezért kell, tehát fedezék alatt maradni. Mikor az Úrtól várjuk és igényeljük a szabadítást, az Úrnak az az igénye, hogy maradj meg ő benne. Mert ha nem, a szellemi világban látnak a többi erők, hogy mit csinálunk. Megmaradunk az Úrban, vagy hátat fordítunk Istennek. Ne csak azért keresek az Urat, hogy valami jót tegyen, hanem azért keresünk, mert szeressük őt, és hűségesek akarunk maradni életünk végéig. Amen. Ez a hölgy megkapta a gyógyulását, a szabadítását. Egy. Nagyon fontos dolog, nem vessük meg a tudományt, de ha látod, hogy a tudomány nem tud segíteni, appellálj az Úr segítségére. Kettő. Először is ne a tudományra appellálj, hanem hívd az Urat segítségül, hogy az Urat ne szomorítsuk meg ezzel. Istennek van hatalma ma is, hogy a lelkünket, a pszichénket gyógyítsa. Ezért mondja az írás, légy hűséges. A hűség a legjobb orvosság a lelkünk felépülésére. Egy harmadik dolog. Miközben a Szent Szellem jelenlétében élsz és jársz,
automatikusan a pszichéd állandó kezelés alatt van és védelem alatt van. Ezért a keresztény ember idős korában is betöltekezhet Szent Szellemtől, és józan gondolkozású lehet. Ez az Istennek az ajándéka. Idős korban is, Uram, őrizd meg az én értelmet és az elmémet, hogy a pszichém egészséges legyek, ahogy mondja Pál apostol. És az Istenek békessége, amely túltesz minden emberi bölcsességen és értelmen, megőrzi a szellemeteket, lelketeket és a testeteket a Krisztus eljöveteléig. Az Úr adjon erőt mindenre. Amen. A délelőtt arról hallottunk, ugye, hogy ezen a világon minden kár, minden értéktelen, Isten áldásra, Isten jelenléte nélkül, ugye? Hát a mi énekünk arról fog szólni, hogy szükségünk van rád, nagy R-betűvel. Korintusi első levélből olvasom az igehirdetés, a tanítás alapigéjét. Korintusiakhoz írt első levél, 3. rész, 9. versétől.
Így szól Isten igéje a korintusbeliekhez írt első levél, harmadik rész, 9. verstől a 15. versig. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Ma délelőtt hallottuk azt, hogy maradjunk ott, ahova Isten állított bennünket. Hallottuk azt is, hogy ne futamodjunk meg, ha harc ér bennünket, és halljuk azt, hogy építsünk ott, ahol vagyunk. Ha építkezésről van szó, hogyha a gyülekezetben az Isten népek között való építkezésről van szó, akkor az első kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e építeni, vagy csak azt akarom, hogy engem építsenek. Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy azért vannak a lelkipásztorok, presbiterek, diakónusok, elhívott, felavatott szolgáltatók, hogy ők építsenek engem. És az, hogy én hogyan vagyok felépítve, az mások felelőssége. Van felelőssége a lelkipásztornak, van felelőssége a gyülekezetnek abba, hogy engem építsenek. És Isten azt akarja, hogy ne csak építetni akarjuk magunkat, hanem magunk is váljunk építőkké. Teljesen mindegy, hogy fiatal vagy, idős vagy, asszony vagy, férfi vagy, milyen képzettséged van, milyen tapasztalataid vannak, Isten azt akarja, hogy azok között legyél, akik építenek. A másik kérdés az, hogy ha építünk, akkor az épületünknek, amit építünk, milyen alapja van. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ha rossz az alap, akkor akármilyen szép épületet építünk rá, könnyen összeomlik. Az ige azt mondja, hogy a mi alapunk Jézus Krisztus. És ha építünk, akkor nagyon fontos az, hogy mindig erre az alapra építsünk, úgy építsünk együtt, hogy ezen az alapon építünk. Mire gondolok? Lehetünk mi nagyon kedvesek a szomszédainkhoz, az ismerőseinkhez, lehetünk nagyon barátságosak, lehetünk nagyon segítőkészek, lehetünk nagyon együttérzőek, de ez önmagába kevés. Ez még nem lelki építkezés. Fontos, hogy legyen egy ilyen emberi tulajdonságunk, hogy legyünk kedvesek, legyünk együttérzőek, legyünk segítőkészek, de ha Krisztus az alap, akkor az, hogy én készséges, kedves és együttérző vagyok, akkor nem merül ki szociális cselekedetekben, hanem misszió lesz belőle. Itt a különbség, hogy egy kedves hívő ember, vagy egy kedves világi ember, egy kedves segítőkész hívő ember, vagy egy rendes
és kedves segítőkész világi ember, vagy egy együttérző hívő ember, vagy egy együttérző világi ember. Hogy mi a Krisztus alapjára építünk. Hogy az, amit teszünk, annak a mi életünkben az alapja Jézus Krisztus. És ez több a kedvességnél, az együttérzésnél és a segítőkészségnél. Úgy válik misszióvá, ha Jézusra építünk, ha Jézusra alapozunk, hogy amit teszünk, azt Jézus nevében cselekszük. Isten szent lelke meg fogja mutatni nekünk, hogy ne kérkedő módon, ne másokat bosszantó módon, de istenes módon hogyan tudjuk jelezni azoknak, akiket segítünk, akikkel együtt érzünk, akikhez kedvesek vagyunk, hogy ezt Jézus nevében tesszük. Hogy ezt a jézusi alapra építve tesszük. És testvéreim, az első kihívás az, hogy mindig úgy forgolódjál, mindig úgy nyilatkozzál meg, hogy a krisztusi alapra épített legyen a te kedvességed, a te segítőkészséged és a te együttérzésed. Mert ha nem, akkor csak egy általános jó cselekedet lesz, egy általános emberi jó cselekedet lesz, ami nem semmi, de az embereknek nem elsősorban szociális segítségekre van szükségük, szociális jó cselekedetekre van szükségük, hanem Krisztusra van szükségük. És hogyha nem adom neki Krisztust, ha nem a krisztusi alapra építem a szavaimat, a cselekedeteimet, akkor az kevés, az nem elég. Az lesz egy gesztus, de nem változtatja meg az életét. És mondom, vére ne értsétek, szüksége van a világnak ezekre a gesztusokra, a kedvességekre, a figyelmességekre, a segítőkészségre. Szükség van, de ez nem változtatja meg az életét. Talán megváltoztatja azt a pillanatát. Talán egy kicsit máshogy éli meg a problémáját, hogy valaki odaállt mellé és segített neki. De ha Krisztust adom, ha Krisztusra építek, ha ő az alap, akkor ez egy misszió lesz. És ez a misszió megváltoztatja az életét. Add az egy falat kenyeret Krisztussal, hogy először a Krisztust kapja meg. Hogy először az érintse meg. Amikor a falat kenyeret beteszi a szájába, akkor ne csak a falat kenyér jusson el hozzá, hanem jusson el Krisztus. Mert ő neki erre van szüksége. Minden embernek Krisztusra van szüksége. És amit adni tudsz, azt add úgy, hogy Krisztust add először. Ez gyógyulás, ez megváltás, ez üdvösség, ez az igazi életcél, ha valaki megtalálja a Krisztust. Ennél kevesebb elégtelen. Azt is olvassuk a 3. rész 10. versében, vigyázzon mindenki, hogy hogyan épít rá. Tehát az alap a Jézus Krisztus, őt kell adnunk mindig. Mindenek előtt ő rá kell építenünk, amit csak építünk, mindent rá kell építenünk. Így lesz igazán értékes, amit ráépítünk. De vigyázzon mindenki, hogy hogyan épít rá. Az első kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy vigyázzon mindenki, hogy hogyan épít rá, hogy mi motivál engem az építkezésre. A témánk ez, hogy építsünk. De mi motivál engem az építkezésre? Verseny? Vagy az önértékelésem? Én nagyobb gyülekezetet építettem, mint az én testvérem, akkor biztos értékesebb vagyok. Én több embernek tettem bizonyságot, mint az én testvérnőm, akkor én jobb hívő vagyok, az Úr jobban szeret engem. Mire van szükségem? Önértékelésre, önbecsülésre, vagy versengésből teszem, amit teszek, vagy a jutalomvágy, persze megvan a jutalma, de a jutalomvágy motivál engem. Mi motivál engem abban, hogy ebben az építkezésben én részt vegyek? Az ige környezet, ahogy olvassuk ezt a szakaszt, ez kicsit szomorú. Mert ha olvassuk, akkor Pál apostol arról beszél, hogy kiskorúság van a gyülekezetben, mert egyik azt mondja, én Pálé, Apollósé, Kéfásé, vannak érdekes magyarázatok arra, hogy én pedig az Úré, van, aki azt mondja, ez a legjobb,
Van, aki azt mondja, hogy ez a legrosszabb. Most én ebben nem megyek bele ebbe a magyarázásba, vagy magyarázkodásba, de a lényeg az, hogy mindenki hivatkozik másra, és arra kell vigyázni a szolgáltatóknak, hogy ők is szemben ne kerüljenek egymással, mert hát nehogy féltékenyek legyenek arra, hogy többen hivatkoznak Pálra, vagy többen hivatkoznak Kéfásra. És azt mondja, hogy viszálykodás van, és lelki kiskorúság közöttetek pont ez, emiatt, hogy ki épít engem, kihez tartozok, kit hallgatok. Tehát ez a környezete annak, amit mond, ír itt az apostol. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mi motivál engem az építkezésre. És úgy látjuk, hogy Pálnak tiszták voltak a motivumai. Azt olvassuk a Biblia első lapjai között a Mózes első könyve 11. rész 4. versében, hogy azt mondják az emberek, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Ez az első nagy építkezési projekt. Magunknak, a nevünknek. Mi pünkösdiek vagyunk, építünk pünkösdi gyülekezeteket, már fizikai értelemben is, lelki értelemben is. Építünk egy pünkösdi felekezetet, hitközséget, de testvéreim elsősorban nem a pünkösdi névnek dolgozunk, hanem Jézusnak, Jézus nevének. Jézusért dolgozunk. Nem az motivál bennünket, hogy magunknak építsünk, hogy a mi nevünk legyen nagy, hogy elmondhassuk, hogy a mi felekezetünk világviszonylatban katolikusok után a legnagyobb keresztény felekezet. És akkor még elmondhatjuk, hogy emellett a legdinamikusabban növő felekezet. Jó érzés ilyeneket mondani, és igaz is. De nem ezért építkezünk, hanem azért, hogy Jézus Krisztus neve legyen nagy. Hogy minél többen megismerjék Jézus Krisztust, hogy minél többen leboruljanak előtte, hogy minél többen kövessék őt, és minél többen álljanak be ebbe az építkezésbe. De testvérek, az első időtől kezdve kísérti az embert ez. Építsünk magunknak, meg a mi nevünknek. És tudjuk, hogy mi lett a történet vége. Hát akkor miért állunk be az építkezésbe? Azt olvasjuk az Ezékiás könyve 22. rész 30. versében. Kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és odaállna a résre, színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el. És szomorú azt mondja, de nem találtam. Miért állok be az építkezésbe? Mi az egyetlen motivációm abba, hogy beleálljak ebbe a szent munkába, a magam területén, legyen valaki 80 éves idős asszony, vagy 20 éves fiatalember. Mi motivál? Mert szól az Úr, hogy kerestem, én az Úr kerestem köztetek valakit, aki az építésbe beállna, aki építeni a falat. Ez az egy motivál. Ez az egy motivál. Nem az, hogy az emberek elvárják tőlem, nem is az, hogy az emberek megbíztak valamire. Van ennek egy jó rendje, és ebben benne van az emberi megbízás is, a vezetők, felelős vezetők megbízása, kérése, de elsősorban az, hogy Isten hangját meghallottam, kerestem köztük valakit, aki építeni a falat. Testvérem, hogy vagy itt ma? Hogy állsz itt? Vagy hogy ülsz itt? Vagy aki nézi a Krédó TV-t, és ott van a számítógép előtt, vagy a televízió előtt. Ott van a szívemben a vágy meghallani az Isten szavát, hogy ez nekem szól. És azt mondom, hogy Uram, a Te szavadért teszem. A Te szavadért teszem. Ez az igazi motiváció. A következő kérdés, hogy mit építünk? Milyen anyag az, amit építünk? Aranyat? Ezüstöt? Téglát? Fát? Szénát? Pozdorját? Mit használunk? Milyen anyagot használunk? Testvéreim, hadd mondjak valamit.
Az Isten országának az építésében a méltó a legértékesebb anyag. Lehet összedobálni szalmát, lehet építeni értéktelen anyagokból is, de az Isten országának az építése megérdemli a legminőségibbet. A legminőségibbet. És azt mondja, hogy meglássa, ki mit épít rá. És majd, ha jön a tűz, akkor kiderül, hogy milyen anyagból építettünk. Nincs idő arra, hogy sokat beszéljek erről, de vezetőként sokszor látom azt, hogy mintha valami szép dolog épülne, valami látványos dolog épül, gyülekezeti, közösségi szinten, és egyszer csak jön egy próba, és semmivé lesz. Olyan testvéreknek a szolgálata, akik olyan látványosan szolgálnak. Mások ott fáradoznak, dolgozgatnak, nem látványos az, amit csinálnak, de aztán jön a próba, jön a tűz, és az a kis dolog, amit építettek, mert értékes volt, mert igazi volt, mert igazi szellemi volt, igazi értékek voltak, nem divat, hullám és egyebek, igazi, valós érték, azok megmaradtak. Igyekezzünk a legértékesebbel építeni, az Istentől kapottal építeni. Mert szörnyű dolog az, amikor az ember fölépít valamit, és egyszer csak látja, hogy elégett, és porrá lett, és semmivé lett. És jó érzés úgy építkezni, hogy lehet, hogy én már nem vagyok ott, lehet, hogy már régen az utódaim, meg azok utódai építenek, de annyi próba és annyi tűzol, de még mindig megvan. Még mindig megmaradt. És testvérek, így építhetünk mi be a gyerekeinkbe, az unokáinkba, a családunkba, így építhetünk bele a gyülekezetbe. Értékeset építsél. Úgy olvassuk, hogy a templom építésénél minőségi anyagot kellett minőségi módon elkészíteni. Mózes második könyve 28. rész 15. versében azt olvassuk, hogy ezután készítes Hósent művészi munkával, Károli szerint mester munkával a döntések közlésére. Nem akármilyen munkával. Művészi munkával, minőségi munkával. Testvérek, mi sokszor, nem akarok senkit bántani, de sokszor olyan hevenyészetten építünk, és éppen ami kezünk ügyébe került. És nem igyekszünk arra, hogy értékes legyen, amit építünk, hogy időtálló legyen, amit építünk. Nem a mának építünk, lehet, hogy nem is a holnapnak építünk. Sokkal hosszabb távon építünk. Hogyan építünk? Említettem már, hogy építkeztünk 10 évvel ezelőtt, hát tervrajz alapján építünk. Amikor építkezünk, amikor lelki építkezést folytatunk, akkor az kell, hogy a minta legyen számunkra, amit Isten adott, amit Isten ad. Ha pedig kőoltárt csinálsz, mondja Mózesen keresztül az Úr, ha kőoltárt csinálsz nekem, ne faragott kőből építsd, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségtelenítetted. Testvérem, sokszor, ami józan eszünk, nem elég ehhez az építkezéshez. Talán mi azt gondolnánk, hogy akkor lesz szép, akkor lesz míves, akkor lesz értékes, ha szépen kifaragott kövekből csináljuk. Isten meg azt mondja, nekem nem kell ilyen oltár. Ezzel megszentségtelenítetted. Tehát az Istentől kapott minta szerint építsünk. Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Mózesnek azt mondta az Úr, hogy vigyázz, mindent aszerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Mindent. Ugyanúgy. Emlékeztek rá, hogy milyen tragédia volt abból,
amikor a frigyládát be akarták vinni Dávid városába? Miért? Csak egy pici dologról feledkeztek meg. Azt gondolta Dávid, hogy úgy tiszteli meg az Isten frigyládát olyan méltó módon, ha új szekereket készít, olyan ökröket vonnak be a szekér elé, amelyek még soha nem húztak terhet, teljesen az Istennek, teljesen a frigyláda hordozásának vannak szentelve, semmi más profán munkát nem végeztek, és mi történt? Tragédia. Tragédia. Pedig a legjobbat akarták, a legjobb módon akarták. Nem elég, hogy a legjobbat a legjobb módon akarom, hanem isteni módon kell. Isteni módon. Aztán Dávid megszeppent, megijedt, bűnbánatot tartott, és a legfontosabb, hogy elkezdte olvasni, hogy hogyan is kell. Hát azért vannak a gyűrűk, hogy abba rudat lehessen, rudakat lehessen tenni, és a papoknak rudakon kell vinni, nem új szekéren, bármennyire tűnik olyannak. És sokszor úgy gondoljuk modern világban, hogy ó, már tudjuk, hogy milyen módon kell csinálni, a legjobb módon. De eltéveszthetjük, ha nem istenes módon, ha nem igei módon tesszük. A másik kérdés az, hogy hogyan építünk. Egyedül? A testvérekkel? Az Úrral? Hát tudjátok, testvérek, legkönnyebb egyedül építeni. Ismertem két kőművest, ebben csak az volt érdekes, hogy apja meg a fia. Na hát, ha két kőműves nem szabad meghívni egy építkezésre, akkor apját meg fiát nem, mert ez az apja meg a fia, hát ez két mesteriskolába járhatott, egy 30 évvel előttibe, meg egy 30 évvel későbbibe. Ezek állandóan veszekedtek. Ha az apja azt mondta, hogy így kell, akkor a gyerek mondta, nem, ez egy ósdi régi, nem így kell, úgy kell. Valószínű, hogy akkor járt volna jó az építető, vagy az egyikkel építi meg, aztán akkor lett volna régi módi, de abba kompakt. Vagy az újjal, akkor az modern gondolkodás, technika, anyagok, de az, hogy hol a régi, hol az új, hol is közben cívódtak, hát... Szoktak a teológián kihelyezni hallgatókat a lelkipásztorok mellé. Ez nagy áldozat a teológustól is, meg a lelkipásztortól is, mert volt olyan, hogy gondoltam, hogy hát én 10 perc alatt megoldottam volna azt a dolgot, amit másfél órával a hallgatóval tudtunk megoldani, mert mire én elmagyaráztam neki, elment, alig ment el, visszajött, hogy is mondtam, aztán elment, megcsinálta, utána elmenni. Tehát, hogy néha az ember úgy gondolja, hogy egyedül könnyebben menne, mégis úgy látszik, hogy az Úrnak az a kedves, hogy sok mindent együtt tegyünk. Nem egyedül építem az Isten országát. És talán amit teszek, még a családba se, ha amikor a családomért dolgozok, azt se egyedül teszem. Ezért van apa meg anya. És többnyire ugye ez normális esetben egy férfi meg egy nő. Mert hogy vannak apai tulajdonságok, apai hozzáállás, meg vannak anyai tulajdonságok, anyai hozzáállás, és mind a kettőre szükség van. Azt mondják a tudósok, akik értenek hozzá, és elfogulatlanok, hogy a gyerek neveléséhez szükség van egy apára és egy anyára. Hogyha nincs apa és anya, van sajnos sokszor, lehet tragédia, halál, stb., de normál esetben, ha nincs apa és anya, akkor mindig meglátszik a következménye a gyereken, hogy nem kapott ilyen nevelést. Tehát azt mondom, hogy még egy családba is nem egyedül uralom az építkezést, a család építkezését, hogy úgy gondolom, hogy a gyerek úgy nevelődjön, ahogy én akarom. Vagy úgy nevelődjön, ahogy a feleségem akarja. Együtt harmonizálunk, együtt dolgozunk, lehet, hogy nem pont úgy, ahogy én gondolom, és nem pont úgy, ahogy a feleségem, de együtt ad az Isten nekünk bölcsességet arra, hogy hogyan kell a gyerekeket fölnevelni. És a gyerekeknek is van egy ilyen szokása, hogy megpróbálják kijátszani a szülőket egymás ellen. De nekik is az válik a javukra, ha nem tudják kijátszani a szülőket. Ahogy Pált és Sílást és Kéfást nem tudta kijátszani a korintusi gyülekezet, mert ezek az emberek érettek voltak, nem engedték. Úgy tudtak egymás mellett dolgozni, hogy összedolgoztak. Testvéreim, nagyon fontos, hogy amit teszünk az Isten munkájába,
azt tudjuk együtt tenni. Azt olvassuk a 122. Zsoltár 3. versében, Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Néha azt látjuk manapság újabban, hogy lehet, hogy Kolozsváron nem így van, de nagyon sok helyen olyan kusza az építkezés. Nem illenek össze stílusba se a város részek, még egy város részen belül se. Nincs jól megszervezve, nincs jól megtervezve, nincs jó építve. És Jeruzsálemről azt mondja, hogy részeid jól illenek egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy Jeruzsálemet nem egy ember, nem egy család építette, de jól illenek egymáshoz. Ha ma elmész Jeruzsálem óvárosának a zsidó részébe, most nem az arab részről beszélek, de a zsidó részéről, akkor elámulsz. Vannak szabályok, csak fehér kövekből lehet építeni. Nem lehet akármilyen anyagból, nem lehet akárhogy, megvan az a stílus, ahogy lehet építeni, és az út, a járólapok is minden illeszkedik egymáshoz, és gyönyörű. Gyönyörű, káprázatos. És így kell legyen az Isten országának az építésében. És hogy amit az erdélyi testvérek építenek, az amikor a magyarországiakkal együtt látják, akkor azt mondják, hogy ez olyan szépen illik egymáshoz. Vagy a magyar hitközség, ahogy építkezik a román testvérekkel együtt, ez szépen illik egymáshoz. Jeruzsálem részei jól illeszkednek. Ehhez az kell, hogy jól tudjunk együttműködni. Hogy tiszteljük egymást. És főképpen, hogy együtt tiszteljük az Urat. A másik kérdés, hogy az még szép dolog, ha mi emberek összefogunk és megpróbálunk együtt építeni, de az még mindig kevés. A fontos az, hogy az Úrral együtt építkezünk-e. És igazán ez a titka annak, hogy jól illjenek a dolgok, amiket építünk, hogy az Úrral együtt építünk. Ha én az Úrral építem, amit építek, és te is az Úrral építed, azok fognak harmonizálni. Ha én a magam nevének akarok építeni, meg te is a magad nevének akarsz építeni, azok nem fognak szépen együtt illeszkedni. Azt olvassuk a 127. Zsoltár első versében, ez egy zarándokének, Salamonnak a zarándokéneke. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrzők. Ha az Úr nem építi, az Úrral együtt kell építkeznünk. Az Úrral együtt kell építkezni. A második gondolatkör az építési területünk. Hol építkezzünk? Hol várja az Úr, hogy odaálljunk és építsünk? Az első mindenek előtt való, hogy az Úrnak építsünk. A második, hogy magamat építsem. A harmadik az, hogy a környezetemnek, a családomnak, a testvéreimnek építsek. És aztán szükséges, hogy ebben a világban építkezzek. Azok számára, akik a világban vannak. Ezekről szeretnék még pár gondolatot mondani. Az első, az Úrnak építeni. Azt olvasom a Mózes első könyve 8. rész 20. versében, azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Testvérem, bárki legyél, alkalmas vagy az építkezésre, alkalmas vagy erre, hogy oltárt építs az Úrnak. Mindent megelőz ez, az Úrnak építeni. Hiába építek én gyülekezetet, hiába építek én családot, hiába akarom építeni magamat, az első az Úrnak építeni oltárt. A dicséretnek, az imádatnak, a hálaadásnak az oltárát felépíteni. Hogy ott legyen, hogy ott áldozhassál rajta jó reggel és napközben is, és éjszaka is. Fölépíteni a dicséretnek az oltárát, a magasztalásnak, az imádatnak az oltárát. És ha ez hiányzik az én életemből, neki foghatok én gyülekezetet építeni, neki foghatok én egyházat építeni, lehetek én kitűnő, kiváló egyházdiplomata, meg minden, meg nagyon
neves teológiai professzor, meg minden lehetek. De az első mindent meg kell, hogy előzzön, hogy oltárt az Úrnak, és ha nincs oltár építve az életembe az Úrnak, akkor minden hiába való. Akkor minden építkezés szalma építkezésnek fog bizonyulni. És ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Oltárt építeni az Úrnak. Másik gondolat, a második gondolat, hogy magamat kell építeni. Említettem a legelején, hogy sokan úgy vannak, hogy mindenki engem építsen. A gyülekezet értem van, a pásztor értem van, és persze, amikor lelki csecsemő vagyok, akkor ez igaz is. Akkor mindenkinek engem kell etetni, vagy legalábbis akinek ez a feladata, engem kell tisztába rakni, stb. Stb. Vagy járogatni, tanulni, lépegetni, tanulni. De a normál dolog az, hogy a csecsemő kor az nagyon rövid. És a gyülekezetben néha úgy van, hogy 20-30 év után is egyesek úgy akarnak lenni, mintha lelki csecsemők lennének. De ha nem csecsemő vagyok, akkor már nekem kell tudni járni, nekem kell tudni építeni, és magamért felelős vagyok. Egy 20 éves ember, egy 18 éves ember, egy 30 éves ember felelős magáért, nem? Mi szülők felelősek vagyunk, hogy mit adunk meg az első évekbe a gyerekeknek, milyen alapot, milyen lehetőséget, de később ők felelnek magukért, hogy milyen életet, milyen életvitelt élnek. Nem foghatják rá a szülőkre egy életen keresztül, hogy azért van ez így, mert a szüleim ezt meg ezt engedték, vagy ezt meg ezt nem engedték. Felelősek vagyunk. És testvérek, a gyülekezetben is felelősek vagyunk. Nem mondhatom azt, hogy én azért nem vagyok eléggé áldott, mert nem olyan áldott az igehirdető. Nem mondhatom azt, hogy azért nem vagyok áldott, mert nem olyan áldott a gyülekezet, majd keresek magamnak egy áldottabb gyülekezetet, meg egy áldottabb igehirdetőt. Alapvetően felelősek vagyunk önmagunkért. Persze az Úr adott építőket, a gyülekezetbe, de felelős vagyok magamért. Azért, hogy felépültem-e lelki házzá. Azt mondja Kolossé levél második rész, 7. verse, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel. Halljátok? Nem passzív, építsenek föl benneteket mások, hanem épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitben, hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ez nekem szól, ez nekünk szól, ez az én felelősségem. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Nincs kifogás. Se pásztorra, se gyülekezetre nem foghatom. Nekem kell meggyökereznem, és nekem kell épülnöm. Testvér, határozd el, tudom, hogy nem most kezded el, balgaság lenne gondolnom, hogy most erre a prédikációra indulsz el, hogy magadat, mint lelki házat építsed, építgeted már évek vagy évtizedek óta, egyesek már régebb óta, mint én megszülettem, de mégis arra buzdítalak, és több az Úr, az ő lelke és az ő igéje által arra buzdít téged és engem ma, hogy sokkal inkább határozzuk el, hogy igen, én építeni akarom önmagamat. A Krisztusban meggyökerezni és felépülni, és erősödni. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által, írja Péter az első levelében. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel. Van felelősségem önmagammal, a lelki fejlődésemmel kapcsolatban. Aki nyelveken szól, önmagát építi, írja a Korintusi levélben Pál apostol. Megvannak az önmagam építésének a módjai. Mi az, ami építi az én lelki életemet? A következő terület a testvéreimet építeni. Nem csak azt kéri számon tőlem az Úr, hogy neki fölépítettem-e az oltárt, nem csak azt kérdezi, hogy magam hogy épültem fel, hanem azt is, hogy építem-e a testvéreimet. Az én életem a testvéreim építésére vagy rombolására szolgál.
Az én testvéreimnek mindig el kell csak engem hordozni, vagy az én testvéreim számíthatnak arra, hogy nem csak elhordozom őket, de építem is őket. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is, írja a Tesszalonikai első levél 5. részében az apostol. Ezt tudom én is mondani, teszitek is, de az Úr azt akarja, ha eljöttél ma erre az alkalomra, ha hallgatod ezt, ha látod ezt a televízióban, azt akarja, hogy megerősítsen ebben, hogy van felelősséged a testvéreddel kapcsolatosan. Vigasztald! Vigasztaljátok egymást, és építsétek egymást. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egymás építését szolgálják, írja a római levélben az apostol. A következő terület a gyülekezet építése. Mindannyian el vagyunk hívva, nem csak a vezetők, a gyülekezet vezetősége, a pásztor, a presbiterek, a diakónusok, mindannyiunknak van egy felelőssége, ide erre a törésre is hív az Úr, keres, hogy kiáll a résre, kiáll a törésre építeni. A gyülekezet építésében is várja azt, hogy oda álljunk. Korintusi első levél 14. rész 12. versében azt írja az apostol, ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagságotok a gyülekezet építését szolgálja. Tehát most már fölépítettük az oltárt az Úrnak, most már épültünk magunk is, gazdagodtunk, már testvéreinket is építettük, de azt mondja, arra vigyázzatok, hogy a gazdagságotok a gyülekezet építését szolgálja. Mit jelent ez? Vannak olyan lelkileg gazdag emberek, akik azt mondhatják, ó, én olyan oltárt építettem az Úrnak, ó, én annyi testvéremet segítettem, nekem olyan lelki ajándékaim vannak, és olyan gazdag vagyok lelkiekben, hogy ezt meg se közelíti senki. És akkor felfúvalkodok, akkor feszültséget keltek, időnként még a lelki ajándékaimmal is, a lelki talentumaimmal is, és nem a gyülekezet építését szolgál. Van ilyen, ismertek, ott talán ti nem ismertek ilyent. Ez, Erdély az egy jó terület, mi nosztalgiával gondolunk Magyarországon Erdélyre. Itt ilyen nincsen, nem fordulhat elő, hogy valaki úgy él a saját lelki gazdagságával, hogy nem építi ezzel a gyülekezetet. Vagy netán ne is mondjuk, rombolja a gyülekezetet vele. Azt mondja, hogy úgy éljél a gazdagságoddal, hogy építsd a gyülekezetet. Ismerek én olyan gazdagokat, már lelkileg gazdagokat, hogy azt mondják, hogy elmegyek, hát ezek, hát én már annyival több vagyok, mint ők. És az ő gazdagsága nem építi a gyülekezetet, mert lenézi a gyülekezetet. Vagy azt mondja az egyik a másiknak, neked van kijelentésed? Hát nekem van az Úrtól kijelentésem. És ez nem építi a gyülekezetet. Azzal az alázattal kell szolgáljunk, hogy a mi gazdagságunk építse a gyülekezetet. Törekedjetek, hogy önmagatokat építsétek. De úgy építsétek magatokat, hogy ne egy önálló tornyot építsetek föl az Isten országába, hanem a gyülekezettel együtt épüljetek. És a gyülekezet építését szolgálja a ti gazdagságotok. Aki profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Ez is egy módja a gyülekezet építésének. De nagyon fontos, hogy a proféciával a gyülekezetet építsük. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Így tudunk építeni együtt a Krisztus testét építeni, hogy vannak, akiket azért adott az Isten az egyházba, hogy ők bennünket felkészítsenek. A cél, hogy együtt építsük a Krisztus testét. Következő a családom építése.
Most is voltak olyanok, akik jöttek és kérték, hogy imádkozzunk a családjukért. Mindig vannak olyanok, akik kérik a gyülekezetbe, hogy imádkozzunk a családjukért, mert az embernek nagyon fáj, ha nem tudja elmondani, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Nagyon fáj, amikor felemásigában vannak az asszonyok vagy férfiak, nagyon fáj, amikor a gyerekek nem követik a hitünket, nem követjük együtt az Urat, nagyon fáj, amikor a testvéreink, a fizikai, vérszerinti testvéreink más úton járnak, és imádkozunk a családunkért. Azt mondja, azt írja a Timóteushoz írt levélben, az első levél 5. rész 8. versében az apostol, ha pedig valaki az övéről, főként a háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Reggel a baptista gyülekezetnek, ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora beszélt arról, hogy hogyan indítjuk el a gyerekeinket az iskolába. Mit adunk meg? A gondoskodás az fizikai, lelki és szellemi gondoskodás kell, hogy legyen. Hallottuk azt, hogy mennyi lelki, mennyi pszichés probléma van. És nagyon sokszor már a családba kezdődnek ezek a pszichés problémák. Mert nem építjük a családot, mert nem fektetünk bele, mert nem figyelünk oda, mert a mai rohanó világban nem érünk rá. Láttam egy családot most, amikor nyaraltunk szállodába, beszélgettünk a feleségem, hogy nézd csak, ott ültek az asztalnál az apuka, az anyuka, meg a gyerek. Az apuka előtt a telefonja volt kitámasztva a vizes pohárhoz, a gyerek kezébe notebook, nem tudom micsoda, de egy ilyen elektronikus kütyű. Az anyuka is valamit babrál, de szegény anyuka volt az, aki hordta az ételt az apukának, meg vitte a gyereknek, és a gyerek... nem kisgyerek volt, nem egy éves volt, hanem már 4-5 éves volt. A gyereket etette, mert különben a gyerek annyira le volt foglalva a technikával, hogy nem fogta a kanalat a kezébe, nem evett, meg a poharat is a szájához. Ezt is csodáltam, hogy ennyire kiszolgáltam, mert hát... De ott ült egy család egymás mellett, az egyetlen kontaktus az volt, hogy tette az ételt bele a szájába, amikor sikerült az anyuka a gyereknek, de nem beszéltek egymással, nem néztek egymásra, mindegyik a gépébe volt beletemetkezve. És hát sok mindent lehetne mondani, és miért van annyi sok pszichés probléma? Nem figyelünk egymásra. Nem fektetünk be egymásba. Nem viselünk gondot a családunkról nagyon sokszor, fizikailag, lelkileg és szellemileg. És nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy fizikailag azt mondja egy férfi, hogy hát nem értem, miért hagyott a feleségem, nem értem, hogy mi baj a gyerekeimnek. Hát mindent megadtam nekik, olyan családi házat építettem, a gyereknek, mindegyik gyereknek autója van, a feleségemnek is van autója, nyaralni viszem őket, éjjel-nappal azért dolgozok, hogy megteremtsem nekik, és sír és panaszkodik mindenki. Mert csak fizikai gondoskodást próbál adni ez az ember, de lelki-szellemi nem. Ha valaki az övéről nem visel gondot, rosszabb a hitetlenél, megtagadta a hitet. És erre figyelnünk kell. Aztán a másik Péter levelében, az első levél 3. részében olvasok, ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete, szavak nélkül is nyerje meg őket. Ez is egy építkezés. Nem könnyű, mert megmondani könnyebb lenne. De úgy viselkedni, mindig úgy viselkedni, hogy ez megnyerje, ez nehezebb. Ehhez tényleg ott kell legyen egy oltár, ami az Úrnak van építve, és ott mindig kell, hogy legyen hála és dicsérő áldozat, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk megnyerni a társunkat. És ez így van, férfiakra is vonatkozhat, hogy a feleségüket nyerjék meg. Aztán a másik, ugye mondtam a családon belül, hogy pszichés problémák alapja lehet az, hogy nem gondoskodunk megfelelő módon egymásról. Azt mondja Kolossé levél 3. rész 21. verse, ti apák, ne ingereljétek a gyerekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek, vagy kétségbe ne essenek, a másik fordítás szerint, a Károli szerint. És ha mind itt már építkeztünk, úgy tűnik, elég hívők vagyunk már, építettünk az Úrnak, építettük magunkat, építettük testvéreinket, építettük a gyülekezetet, építettük a családot. Hát akkor mi dolgunk még a világban?
És testvérek, azért van a gyülekezet ebben a világban, és azért vannak a hívő emberek ebben a világban, hogy a világ is épülhessen általunk. Hogy ahol még nincs Krisztusnak oltára, ott épülhessen oltár Krisztusnak. Úgy kell élnie a gyülekezetnek ebben a világban. Úgy kell a hívő embereknek élni ebbe a világban. Efézusi levél 4. rész 29. verse, semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Milyen jó volna néha inkább hallgatni. Csak akkor szóljatok. És testvérek, a világ figyeli a szavainkat, figyeli a cselekedeteinket. Az is figyeli, hogy hogy beszélsz a váróterembe, az orvosi váróterembe. Hogy ugyanolyan kétségbe esetten, ugyanúgy csak az emberi dolgokra hagyatkozva beszélsz, mint a többiek. Nem tudom, hogy Erdélyben hogy van, hogy a magyarság az hogy üt ki. De Magyarországon az úgy van, hogy az orvosi váróteremben beszél az egyik ember, és mondja, hogy 8 féle gyógyszert szedek fejemre, derekamra, lábamra, és a másik azt mondja, jó, hát az semmi, én 13 féle gyógyszert, én a fülemre is, meg a... És akkor mondja, hogy mire szedek. Egyszer úgy ültem, hogy a hátam mögött ült egy testvér. Nem vette észre, én is csak később vettem észre már a hangjáról, hogy testvér, aztán utána már nem mertem neki köszönni, mert egyébként nem illetlenségből nem köszöntem oda, csak gondoltam, hát ha nagyon rösteni fogja magát. És ott beszélgetett a betegtársa, és én hallottam, hogy mit beszélt. Hát az nem építette a betegtársat. Nem mutatott Krisztusra. Nem tűnt ki belőle az ő hite. Testvérek, ebben a világban úgy szólni, hogy a jó, szükséges építésre legyen, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Egy másik alkalommal sorálás volt, és akkor is úgy volt, hogy aztán elhúzódtam. Mert gondoltam, hogy nagyon-nagyon szégyenni fogja magát az én testvérem, mert valaki elé állt a sorba, és elmondta erről a véleményét annak az ember. Egyébként emberleg igaza volt, de hogy annak az embernek a hitét abszolút nem erősítette. Én is jártam úgy, hogy mentünk be az egyik bevásárló központhoz, és hát nagyon furán vezetett egy úr előttem, szabálytalanságot szabálytalanságra halmozott, és hát ez majdnem kárt okozhatott volna nekem, ha nem figyelek. És én, mikor kiderült, hogy ugyanaz elé a bolt elé állt be, én is mellé álltam. Hát tudjátok, ilyenkor ilyen egyezményes jeleket szoktak egymásnak mutogatni az egyik kocsiból a másikba. Én csak annyit mutattam ennek az úrnak, hogy én azért nem mentem be, hát amennyit ebből megértett, amikor a kocsiból magyaráztam, mert záróvonal volt, és még busszá volt, de ő neki most már be kellett volna engem engedni, mert különben nem tudok beparkolni. Na és de mellé álltam, hát ha mondom, ha egy helyre megyünk, akkor mellé állok. És kiszálltam a kocsiból, és mondja nekem, hogy jaj, hát elnézést, tényleg azt mondja, és elmondta, hogy ő mit gondolt, és miért gondolta így, és miért csinálta így. És mondtam neki, hogy ne szabadkozzon. Ha ez volna a legnagyobb probléma az életben, nem történt belőle baleset, stb. Ennyi türelmem nekem is van, olyan nagy kár nem ért vele, mert tulajdonképpen, mivel baleset nem volt, ön is most ideért, én is ideértem, önnek se lett előbbnye abból, hogy elém jött szabálytalanul, nekem se lett túl nagy károm, de... És akkor nagyon picit, hát persze ilyenkor direkt evangelizálni nem lehet, de beszéltem arról, hogy miért gondolom én ezt így. Meg hogy nekem is mennyi szabálytalanságot elengednek odafönt. Meg megbocsátam. És még a pénztárnál is úgy adódott, hogy a bevásárlás egymás után került. És egészen jól beszélgetünk. Ez nem általános, és nem szeretném magamat kiemelni, félre ne értsétek. Csak példát mondok el, hogy igen, lehet úgy. Egy közlekedési konfliktus is lehet úgy kezelni,
hogy abból az legyen, hogy az jegyezze meg, hogy hát ez az ember nem csak azért volt ilyen, mert hát ez egy ilyen intelligensebb fazon, hanem Jéhez azt mondta, hogy ő neki Krisztus megbocsátott. És tudom, az időmön túl vagyok, de mégiscsak azért történetek jobban megmaradnak az emberben. Még egy történetet elmondok. A 70-es években a Gizella úton nem volt olyan nagy forgalom, gyerekek fociztak a központi épületünk előtt. És hát ahogy a gyerekek néha szoktak focizni, berúgták az ablakot, az ajtónak az ablakát, betörték. És pekjükre ott volt egy presbiter bácsi, úgyhogy azonnal már ki is toppant az útra, ahogy berúgták, ahogy csörrent az ablak, és már gyerekek nem tudtak elfutni. Gondolták, hogy na most lesz kapsz. Igen ám, de a bácsi azt mondta, hogy hát fiaim, gyertek csak ide. Mondta, hogy na jó van, hát akkor lehet, hogy egy szent beszéddel megússzák. És akkor azt mondta nekik, gyerekek, amit tettetek, az büntetést érdemel. De tudjátok, én egy hívő ember vagyok, és akkor ő is elmondta, hogy ő mennyi mindent tett, ami büntetést érdemelt volna, de neki megbocsátott az atya. Azért, mert Isten nagyon szeret. És azt mondta ezeknek a gyerekeknek, hát értelmetlennek tűnt, hogy ilyen kis rossz fiúknak ilyenekről beszéljen, ne felejtsétek el, hogy Isten szeret benneteket, és megbocsát, és mivel ő megbocsát, most én is megbocsátok. Gyerekek elmentek, és nevettek egyet, hogy na, ezt megúsztuk egy kicsit, de jó, megúsztuk. 20 év múlva ezek közül a gyerekek közül az egyik teljesen összetörve, az életnek az értelmét nem látva, úgy érezve, hogy az égi világon senki nem szereti őt, a lakása 8. emeletéről ki akart ugrani. A vége az életének, nincs értelme, kiugrik az ablakon. És amikor már oda ment az erkély ajtóhoz, hogy kinyissa, akkor valamit hallott, amit 20 évvel előtte hallott. Ne felejtsd el, Isten nagyon szeret téged. És gondolkodott, hogy ezt a Gizella út 37 előtt hallotta, és azt mondta, na jó, ha ez így van, akkor hát annyi ideje még van, megpróbálja fölvenni a kapcsolatot valakivel, ha nem, akkor ráér még kiugorni, ha meg ebben van valami, akkor hát ha tényleg. Ez egy szombati nap volt. Na most a hivatalban hétfőtől péntekig dolgoztak, a gyülekezetben meg vasárnap voltak a testvérek, tehát ha csörgött a telefon, hétfőtől péntekig esély volt, hogy valaki fölvegye, meg hát talán vasárnap is, ha nem istentiszteleti idő alatt. De ez szombaton volt. És akkor az országos vezetőség, ma már hétköznap, de akkor szombatonként ülésezett. És bent volt a titkárnő, a titkárság, bent volt vagy 20-30 lelkipásztor, és egyszer csak szóltak, én is ott voltam, hogy egy lelkipásztor testvér jöjjön ki, valaki a telefonba lelkipásztort kér. És egy ember élete menekült meg. Azért, mert egy gyerekkel, egy ablakot berúgó gyerekkel valaki meg tudta osztani. Mondhatta volna, ez kisgyerek, nem érti, meghúzom a fülét, vagy nem tudom mi, vagy... És el van intézve, de megosztotta az evangéliumot egy vagy két percbe. Testvéreim, úgy szóljunk, hogy az építésre, a hasznos építésre szóljon. Úgy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Azért vagyunk ebbe a világba, hogy építsünk. Akár egy pici gyerekbe, egy csíntevő gyerekbe, egy bűnös asszonyba, egy bűnös emberbe, olyanba, akik mellett elmennek és belerúgnak a világba. A hajléktalan missziónk úgy indult, hogy egy hajnalon az egyik testvér ment az utcán, és azt látta, hogy egy ilyen nagy kuka, ami városi kuka, amiben belehordják a házakból a szemetet, a nagy kukának nyílik a teteje, és kijön egy ember. Hajnalban elég ijesztő. És azt mondja, hogy ebbe a pillanatban egy olyan szeretetet kapott ez iránt, az ember iránt,
És azt mondta neki, jöjjön ide, hadd öleljen meg. Hát nem tudom, ki volt jobban meglepődve, ez a kukába éjszakázó ember, mert ugye védelem is volt a kuka fedele alatt, meg étel is volt, meg meleg is ott az ernyed dolgok között. De kapott egy szeretetet, és így indult el a hajléktalanok között a misszió. Ki az, aki egy ilyen büdös, hajléktalan embert, aki mellett mindenki elmegy, és gondolom, minél gyorsabban menjek el. Múltkor én is mentem így hajléktalanok mögött, és én is úgy voltam vele, hogy hát tényleg, minél hamarabb elmenjen az ember, mert olyan erős szaguk van. És azt mondja, gyere, szeretlek. És nem azért szeretlek, mert én, Jancsi, ilyen rendes vagyok, hanem Isten szeretete van bennem, ami most átölellek, ez az Isten szeretete, mert Isten gondol rád, meg Isten szeret téged, meg Isten oltalmazni akar téged, és a hajléktalan nem hallott ilyent már évek óta. És elfogadta az Úr Jézus Krisztust, és helyreállt az élete, és lett munkája, és helyreállt újra a családja. Építsünk, testvéreim! Építsünk! Ott is, ahol azt gondoljuk, hogy eredménytelen, meddő, nem érdemes, építsünk! És a Zsoltár végén van, és egy másik helyen is olvassuk, hogy Isten pedig azt ígéri Dávidnak, hogy én pedig építem az ő házát. Olyan csodálatos, hogyha mi beállunk az Úr építésébe, az építkezésébe, akkor az Úrnak meg gondja van ránk, meg a mieinkre. Ő építi. Testvéreim, Isten áldjon meg bennünket, hogy építsünk oltárt az Úrnak, hogy építsük magunkat, hogy építsük testvéreinket, hogy együtt építkezzünk a testvérekkel és az Úrral, hogy építsük a gyülekezetet, hogy építsük a családjainkat, hogy építsük ezt a világot, hogy épüljön az Úr oltár ebben a világban. És eljön az Úr, hogyha elvégeztük a munkát, amit kell, el fog jönni az Úr, és megállhatunk előtt, hogy hallottuk minden népből, nemzetből, ágazatból, de ehhez nekünk építenünk kell. Az Úr adja az ő áldását és erejét ehhez. Akik a reggel idejében itt voltunk, vagyis pont a kezdetén, hallottuk Józsi testvér által, idézve a 133. Zsoltárból, hogy íme mi jó, amikor az atyafiak együtt vannak. Mit jelentett ez? Nézzed, vedd észre, lásd meg, érezd és lásd, hogy jó az Úr, és jó együtt lenni az Úrral és az Úr népével. Az alkalom végére érkeztünk, konferenciánk végére, és felteszem a kérdést. Jó volt együtt lenni? Amen. Hogy ez valójában úgy van, és úgy legyen, ez mától kezdve fog meglátszani, hogy igaz az, hogy tényleg amen. Mától kezdve fog meglátszani bennem, benned, és folyamatosan a gyülekezeteinkbe, ahol megéljük az életünket, és egészen a 2017-es évnek a hasonló konferenciáján meg fog látszani, hogy jó volt. Hogy valójában jó volt együtt lenni. Mert akkor fogsz erről bizonyságot tenni, fog ez látszódni az életedben, hogy jó volt itt lenni. Fogsz beszélni arról, hogy jó volt a konferencián lenni, és biztatni fogod a testvéreket, akik ezzel az alkalommal hát kaptak valami fontosabbat, mint azt, ami egyszer egy évben lehetséges, hogy eljöjjünk a magyar pünkösdi gyülekezetek évi konferenciájára. Egyszer egy évben van. Ha élünk, és az Úr nem tér vissza, akkor 2017. szeptemberében, valamelyik dátumon, a tizedike körüli dátumon, újra konferenciánk lesz. Ha a tavalyi konferencián voltunk 340-en, és az idén 220-an, akkor azt kell mondanom, hogy a tavalyi konferencián való
jelenlét nem volt jó. Azok részére, akik részünkre jó volt. A tavalyi is, tavaly előtt is, az idén is jó volt. Adjuk ennek a bizonyságát, és építsünk ezzel. Építsünk ezzel. Jézus Krisztus egy olyan helyzetbe, amikor felépített egy 38 éve lerombolt embernek az életét, és emiatt éppen hadat indítottak ellene, ugye, 27. Zsoltár, amit hallottunk a délelőtt, éppen hadat indítottak ellene, tudjátok, mit mondott? Hát, ha így van, akkor mindent félbehagyok. Csinálja, aki akarja. Mit mondott? Jézus azt mondotta, János evangélium a 5. rész 17. verse. Az én atyám mind ez idáig munkálkodik. Olyan jól csinálja, hogy én csak gyönyörködöm, hogy csinálja, és hagyom, hogy csinálja. Így mondta? Nem. Hanem azt mondta, én látom, hogy az én atyám dolgozik. Én látom, hogy az én atyám épít. Én is odaállok mellé. És én is munkálkodom. Én is építek. Bár szó szerint a Bibliában nem írja, de bizonyára nem fogtok megcáfolni, ha azt mondom, hogy a Szentlélek. A bennünk lakozó Szentlélek munkálkodik. Amen. Munkálkodik a Szentlélek. Nem azért jött a földre le 2000 évvel ezelőtt, szabadságra, vagy vakációra, vagy üdülésre. Nem. Azért jött le, hogy folytassa azt a munkát, amit Jézus ránk bízott, illetve a Szentlélekre bízta. És ha az Atya munkálkodik, ha Jézus Krisztus, ami Urunk, munkálkodik, ha a Szentlélek munkálkodik, akkor nekünk nem fontos, mert ők jól végzik a munkát. Mit mondok én? Jézus azt mondta, én látom, hogy az én atyám munkálkodik, odaállok mellé, és én is munkálkodok, én is építek. És ha Jézus ezt mondotta, mi úgy nevezzük magunkat, hogy Krisztus követői vagyunk. Legyünk követői ebben is. Ha látjuk, hogy a mi atyánk munkálkodik, ha megláttuk, hogy Jézus munkálkodik, ha látjuk, hogy a Szentlélek munkálkodik, akkor álljunk oda mi is, és azt, amit ránk bíz az Atya, a Fiú, a Szentlélek, munkáljunk. Építsünk, és úgy építsünk, hogy az ő dicsősége látható legyen ebben az építésben. A konferencia befejező imája következik, és természetesen, ha jó volt együtt lenni, akkor azért a jóért egyértelmű, hogy hálát fogunk adni. Az imádság kérések alkalmával, bár később, ugye már a vége fele volt, egy ima kérés jutott el hozzám, hozzánk. Az ima kérés azokért a gyülekezeteinknek, vagy a gyülekezeteinkben lévő gyermekek és fiatalokért, akik hétfőn, azaz holnap után kezdenek egy új iskolai évet, hogy érettük imádkozzunk. Van a szívünkbe hála a gyülekezeteinkben lévő gyermekekért és ifjakért? Akkor miközben hálát adunk érettük, imádkozunk is érettük, hogy ez az új iskolai év, amelyet megkezdenek, legyen építő a számukra, és épüljenek fel azon a területen, amelyen tanulnak, miközben épüljenek a gyülekezeteinkben lelkileg, és álljanak be ők is a csodálatos és nemes munkába, a Krisztus testének építési munkájában. Amen. Amen.